Van belőle szegedi, bajai, paksi, mohácsi, tokai, de Tiszabercelen úgy tartják, a felső tiszai halászének nincs párja, és az elkészítése sem túl bonyolult. A világ legegyszerűbb étele szerintem. Nagyon kevés alapanyag kell hozzá, paprika, paradicsom, meg a hal, ami a legfontosabb. Ez egy vegyes halászlé lesz, apró hal, mindenféle törpeharcsak, keszek, kárász, és a pontynak a feje, farka lesz az alaplébe, és utána főzzük ki a pontszeletet, pedig meg a harcsa szeletet, amikor már kész lesz az alaplé. Tiszabercel polgármestere annak örült, hogy 2 év kihagyás után a korábbiakhoz képest szerényebb programmal is, de ismét meg tudták rendezni a fesztivált. 2000-ben került először megrendezésre, akkor a tiszai cián katasztrófa után az akkori szervezők és rendezők, tiszaberceli civilek döntöttek úgy, hogy mintegy a Tisza feltámadásának a reményében rendezik meg először ezt a fesztivált. Aztán szép lassan az évek során egyre nagyobbra nőtte ki magát. Az elmúlt években volt, amikor 4, sőt 5 napos fesztiváljunk is voltak. Sajnos az elmúlt 2 évben a Covid miatt nem tudtuk megrendezni ezt a fesztivált, és most nagyon örülünk annak, hogy ismét itt lehetünk. Kicsit rendhagyó most ez a fesztivál, korábban mindig a mi gyönyörű Tiszapartunkon került megrendezésre, most viszont egy új helyszínt kellett választanunk, mert a Tiszaparton lévő fák megöregedtek velünk együtt, és sajnos egyre veszélyesebbé váltak, úgyhogy úgy döntöttek a szervezők, hogy egy ilyen körülmények közé egy új helyszínen hozzuk be ezt a rendezvényt. Vinnai Győző országgyűlési képviselő szerint a gasztronómiai jelleg mellett identitáserősítés szempontjából is fontosak a hasonló rendezvények. Ez egy térségi, turisztikai, gasztronómiai fesztivállá nőtte ki magát. Tiszabercelen nagyon finom halászlevet főznek, nagyon értenek ehhez, és valójában a szülőföld szeretete, azt, hogy egy ilyen közel 2000 fős településen, és a környéken is ilyen települések vannak, Passzabb, jó, Ibrány nagyobb egy kicsit, de mellett ott van Gávavencselő, Balsa, összetartanak ezek a települések. Én azt gondolom, hogy a kulturális zenei programok mellett lehetőség van egy tál halászlé, vagy akár más étel mellett is beszélgetni egymással, beszélgetni az életünkről, meghallgatni a másikat. Sokat beszélgettek egymással azok is, akik a Tiszabercelről elszármazottak találkozójára érkeztek haza a településre. Húlár Gusztáv 1965-ben került el szülőfalujából, de a Vácszalókon élve sem feledkezett meg gyökereiről. Még gyakrabban jártam haza, akkor ugye legtöbbet autóval, és mikor valamelyik irányba átléptem a megyehatárt az autóval, akkor mindig vettem egy nagy levegőt a megyehatár táblánál, hogy más a levegő, más a táj, mások az érzések. Hát ugye egyre kisebb a kötődés, mert sajnos halunk kifelé, elég sok rokonom van, hál' Istennek, de mindig azért a kanyargó Tisza azért visszahúzza a szívemet ide. A fesztiválon a Nimrod Vadásztársaság bizonyította, hogy tagjai nem csak a vadételekhez értenek, hanem halászlét is tudnak főzni, ővék lett ugyanis az első helyét járó ajándék. A fesztivál vendégei láthatták a világ legügyetlenebb bűvészét, a gyerekek számára rendeztek habpartit, koncertek is szórakoztatták a közönséget, a napot pedig egy látványos tűzijáték zárta.